Jön a nyári motoros időszak, előkerülnek a motorok, egyre több motor jön, valahol meg akar állni. A motorosok szabályos parkolását segítő fejlesztést mutatott be kedden a város egyik alpolgármestere. Radnóti Ákos itt az Árpád és az Aradi Vértanok útja kereszteződésében jelentette be, hogy a belvárosban 6 helyszínen alakítanak ki új típusú, Magyarországon is egyedülálló motoros parkolóhelyeket. A fejlesztés olasz mintára valósul meg úgy, hogy az autós parkolóhelyek számát nem érinti. Győrben most a belvárosban több helyen ilyen parkolóhelyeket felfestünk és kijelölünk, és azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés lesz ez is a korábbi mozgássérült parkolóhelyek felfestéséhez. Hasonlóan én azt kérném mindenkitől, aki motorral közlekedik, tartsa tiszteletben, hogy lehetőség szerint próbáljon meg itt állni, aki pedig autóval közlekedik, azt is, hogy ne álljon rá ezekre a parkolóhelyekre, hiszen a motorosoknak készítettük, és szeretném, hogyha ez az együttműködés egy eredményre vezetne. Ilyen motoros parkolókat még az útkezelő sem alakított ki korábban. Préd Lantal szerint az újítás mindenképpen hasznos, hiszen így a két kerekűek nem az autós helyeket foglalják el, és nem is a járdára parkolnak. Az új parkoló helyeket külön jelzőtábla és piktogram is jelzi. Ez a motorparkoló gyakorlatilag a közlekedés szervezés tárházába szerepel, a magyar KRESZ-be ugyanúgy szerepel, forgalomszabályozási előírásokban ugyanúgy szerepel. Valóban ezt annyira nem alkalmazzák egyenlőre az útkezelői. Mi most ezzel megpróbáljuk az előbb elmondott célok elérése érdekében. Kijelölünk 6 helyszínen motorparkolókat. A korábban feltűnő kékre színezett mozgássérült parkolók is népszerűnek bizonyultak, legalábbis a visszajelzések jók. Most ugyanezt várják az újonnan kialakított motoros parkolóktól is. Mérhető az, hogy mennyi szabálytalanságot követnek el ezen a parkolóhelyeken, és lényegében minimálisra csökkent. Alig van egy-egy eset szám, hogy ilyen parkolóhelyen megállnának igazolvány nélkül. Azt gondolom, hogy a mozgássérülteknek ezzel jelentősen kedveztük, és továbbra is fogjuk az érdekeit szolgálni. A városüzemeltetés területén pedig gondolkodunk újabb megoldásokon, lehetőségeken ezekhez hasonlókban. Egyelőre 6 helyszínen 9 új típusú motoros parkolót alakítanak ki a belvárosban, de ha a kezdeményezés beválik, később a város más pontjain is folytatódhat a fejlesztés. A cél, hogy a két keréken közlekedők is könnyen és szabályosan tudják leállítani járgányaikat.